almafát Metz Vas László. A nagykállói gazdálkodó idén közepes termésre számít. Azt mondta, telkén nincs öntözőrendszer kiépítve, de tavaly kellett volna a víz a fáknak. Miután 106-os alanyon vannak a gyümölcsfák, talán egy picivel jobban tűnik az aszályt, mint ugye a 9-es vagy a 26-os alanyon levő gyümölcsfák. Ezek annyira nem érzékenyek, de nyilván hát ugye a tavalyi esztendő az megmutatta a fogafehérét, hogy öntözni kell. Az ország almatermelésének 65%-a, a megynek pedig majdnem a fele a megyében koncentrálódik. Ezért okozhat gondot a szigorú uniós szabályozás a helyi termelőknek. Ültetvény telepítés a mai klimatikus adottságok között öntözés nélkül azt gondolom, hogy nem szabad folytatni. Ugyanakkor az öntözés fejlesztésnek viszont nagyon komoly feltételeket szabott az Európai Bizottság, és bizony ezeket a pályázati felhívásokban is rögzítenünk kellett. Tehát e tekintetben bizony nehézséget okozhat egyeseknek, hogy az ültetvény telepítéshez az öntözésre is tudnak-e majd pályázni, vagy adott esetben forrásokat szerezni. Kis Miklós Zsolt, a miniszterelnökség agrárgazdálkodásért felelős államtitkára erről egy pénteki agrárfórumon beszélt Balkányban. A Nemzeti Agrárkamara megyei elnöke Rácz Imre azt tanácsolta, hogy még az új szabályozás életbe lépése előtt adják be a gazdák az igényeket. Rájöttünk, mi is találkoztunk ezzel, hogy december 22-én a kormány elfogadta azt a bizonyos uniós keret irányelvet, nem lépett még hatályba a régi rendszer szerint kiadják a vízügyi igazgatóságok az engedélyeket, én arra is buzdítok itt önök által is mindenkit, hogy igyekezzen beszerezni ezeket az engedélyeket, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a nettó területeknek a növelésével problémák lesznek. Az államtitkár szerint ez a módszer nem célra vezető, mert éppen ma, április 1-én jelent meg az új jogszabály. Kis Miklós Zsolt azt mondta, a vízügyi hatóságokon múlik, hogy kiadják-e az engedélyeket. Pont a mai nap folyamán jelent meg a magyar közlönyben, tehát ez a úgymond trükk, ez nem valószínű, hogy be fog jönni. Nem ez a megoldás, hanem az a megoldás, hogy a vízügyi hatóságot és a vízügyi igazgatóságokat kell e tekintetben pozitív irányban ösztönözni, és egy olyan jó, de szakmilag megalapozott döntést hozni, amelynek értelmében adott esetben még azok a területek is kaphatnak valamilyen formájában öntözési engedélyt, akikre most úgy látjuk, hogy esetleg mégsem kaphatnának. A Balkányi Fórumon a legújabb pályázati lehetőségekről tájékoztatták a gazdákat. A megyében fontos kertészeti fejlesztésekre 66 milliárd forintot különített el a kormányzat. Ezek a kiírások március elején jelentek meg.